A törvénymódosítás egyes szerbiai civil szervezetek kezdeményezésének eredménye. A jogvédő csoportok segélyszolgálatánál sokan éltek panasszal emberi jogaik és emberi méltóságok sérülésének ügyében. Leginkább szexuális irányultságok miatt zaklatnak egyeseket az országban. Najčešće fizičkih napada, razbojništva, telesnih povreda. Nije to jedina grupa koja je ugrožena, niti jedini osnov koji je zaštićen zakonom. A hatalom felismerte a gyűlöletből elkövetett bűncselekmények szankciójának fontosságát, azonban még bővíteni kell a törvény által védett csoportok körét. Ukoliko jedan čovjek napadne drugog zbog toga što ima različite nacije ili etničke pripadnosti ili zato što je drugačijeg seksualnog opredeljenja, dakle kazna je bila isto kao da se potukla dva momka iz bilo kog razloga, a ne nije postojala ta otežavajuća okolnost, odnosno lice nije teže kažnjavano kao što bi trebalo, jer mržnja i diskriminatorske osnovi su jako opasni po celo društvo i trebalo bi protiv njih. Amikor valakit hátrányos megkülönböztetésért, illetve gyűlölködés miatt sérülnek jogai, lényeges, hogy ezt a feljelentésénél azonnal jelezze. Így az ügyet gyűlöletből elkövetett bűncselekményként kezelik majd, emelték ki a jogvédők.